Fél száz. Nevetséges szerénykedni, viszont többször kifejtettem, hogy csak személyemre vagyok szerény. Szerény személyem. Véleményeimre nem szerény véleményem, ilyet még senki se hallott tőlem. Másrészt ezúttal személyemről van szó, ha szabad magam így kifejezni. Ugyanis folyóhú eleje óta többen megállítottak. Gratulálok! Minden esetre köszönöm. Mihez? 50 éves leszel ebben a hónapban. Úgy, nagyon kedves vagy. Ki mondta neked? Na hallod, nézd meg akármelyik lexikonban. Aha, jó, majd megnézem. De addig tudod, nem vagyok barátja mindenféle csacsi ünneplésnek. Kérlek, kérlek, nem volt szándékomban terhedre lenni. Tudom, te mindig kedves voltál, de vannak a féle tüzes természetű népek, hát csak azért. Köztünk maradjon ez az unalmas lexikális adat. Végre is mindketten túl vagyunk az érettségén, ahogy az effélét tudni kell. Jó, ha parancsolod, nem terjesztem. Így esett, hogy némi nyugtalanság árán mégis elértem, hogy a kínos ügyet senki sem emlegette. Nem árasztottak el levelekkel, nem állták el a kapu kijáratát, nem vonultak fel fehér ruhás leányok. A vezércikkeknek is módjukban volt kül- és belpolitikával foglalkozni. Külön kiadás se jelent meg stuttommal, falragaszokat se aggattak a házakra és kerítésekre. Diszkréciómmal elértem, hogy a világ diplomáciai forgalomban nem állt be fennakadás, amiért ezekben a nehéz napokban hálára számítok kortársaimtól. Kérem, miattam ne legyen semmi zavar, csak tessék leülni, hölgyeim és uraim. La seigneur confinu. Ma már elmondtam büszkén, hogy senki se tud a dologról, és ez nagyon jól esik. Egyetlen apró kellemetlenségem volt, arról is kiderült, hogy félreértés. Ugyanis ennek azonban előzménye van. Méghozzá legalább 10 éve annak, hogy nagy társaságban szóba került, milyen rossz üzletember vagyok, soha nem fogom semmire vinni anyagiakba. Mert még csak elképzelni se tudom, mi a módja annak, hogy az ember a maga mesterségét ügyesen felhasználja érvényesülése szempontjából, mint hogy sok író tette, aki népszerűségét kamatoztatni tudta. Akkoriban népszerű voltam, kérem, kérem, köszönöm, tudom, az mégis más. Dehogy is nem tudom elképzelni, mondtam akkor szelesen, de még ráérek, majd 50 éves koromban. Kész tervem van, ide hallgassatok, mit szóltok hozzá? Kidolgoztam egy üzleti tranzakciót, amivel 52 éves koromra milliómos leszek. A dolog roppant egyszerű, számításom szerint legalább 1 millióra tehető azoknak a száma, akik olvastak, és megjegyeztek akár csak egy szót vagy mondatot, amit írtam. Ismétlem, ez akkor volt. Na már most ezeknek van annyi bizalma bennem, hogy hozzájuk fordulhatok. Uram, ez és ez vagyok, ő már tudja. Nem adna nekem kölcsön 2 évre 1 pengőt? Erre az illető 1 millió ember elmosolyodik. Kérem, kérem, nagyon szívesen, mondja az 1 millió ember. Kicsit kotorász a zsebében, azután udvariasan átnyújtja. Parancsoljon, kedves mester, mire én? De csak ha autogramot kapok öntől cserébe adós levelemért, akkor fogadhatom el. Mire az 1 millió ember, akinek ez hízeleg boldogan, átnyújtja autogramját és lakcímét. Mire én zsebre vágom az 1 millió pengőt, amiből köztudomás szerint gyerekjáték 2 év alatt 2 milliót csinálni. Most ebből a millióból kényelmesen kifizetem az adósságot, és az eredeti millió megmarad nekem. Hát kérem. Tegnap reggel az utcán egy kedves idős nénike, akinél 1 pengőssel fizettem, 2 pengőből adott vissza. A sarkon túl észrevettem, fejemhez kaptam, nini, 50 éves vagyok, és a nénike emlékezik a tervemre. Kezdődik az üzlet, visszarohantam a septiben kitöltött névjeggyel. Na, néni, mondtam, most írja ide a... Nem tudok írni, mondta. Hát akkor legalább fogadja el a bont, amit kiállítottam. Visszaadta a cédulát. Nem tudok olvasni.